Szia! Köszöntelek a YouTube csatornámon, ahol mindig egy érdekes női életúttal jelentkezem. Ha egy női szentre gondolunk, talán az jut eszünkbe, hogy mennyire jámbor, kedves, szerény volt, minden körülmények között hit Istenben még akkor is, ha hatalmas próbatételek elé állította őt az élet. Olyan személyre gondolunk, akire követendő példaként tekinthetünk. Ezért szeretném nektek bemutatni azt az Árpádházi hercegnőt, akit ugyan boldoggá avattak, pedig ezt az előélete alapján senki sem gondolta volna róla. Élete bővelkedett botrányokban, igazi rock'n'roll feeling lengte őt körbe az apáca zárdában. Árpádházi Boldog Erzsébetnek hívták, 5. István és Kun Erzsébet lányaként jött a világra 1255 körül. Azt viszont tudni lehet, hogy az apja, a király, 1265-ben kiadott egy oklevelet, amiben már megemlítik Erzsébetet, hogy a nagynénjével él a Nyulak szigetén az apáca zárdában. Hogy ki is volt ez a nagynéni? Árpádházi Szent Margitnak hívták, akinek a nevéhez számos megmagyarázhatatlan csoda kötődik. Szóval a kis Boldog Erzsébet már 4 éves kora óta élt a szigeten, de talán csak azért, hogy az apja 5. István elmondhassa, hogy ő is adott egy lányt a domonkos apácakolostornak, ahogyan az ő apja 4. Béla tette ezt Margit nevű lányával. Boldog Erzsébetet 8-9 évesen felszentelték apácának, de a kislány egy igazi energiabomba volt, minden érdekelte, kivéve a csendes, unalmas apáca élet. Egy régi feljegyzésből kiderül, hogy úgy hívta fel magára Szent Margit figyelmét, hogy amíg Margit imádkozott, mögé lopózott és megveregette a hátát. Margitnek ez felettébb kellemetlen volt, hiszen cilíciumot viselt, ami egy szögekkel kivert bőröv volt. Margit igencsak hitt az önsanyargatásban. Ahogy cseperedett Boldog Erzsébet, úgy próbált asszimilálódni a szigorú apácák közé. Elvégzett minden alantasabb kolostori feladatot. Takarított, kertészkedett, állatokat nevelt. Amikor 1270-ben Szent Margit elhunyt, a kis Boldog Erzsébetet is kikérdezték, hogy észlelte olyan csodákat, amiket akkor tapasztalt, amikor a nagynénjéhez imádkozott. Azt mondta, hogy két gyógyulását is Margitnak tulajdonítja. Egyszer elmulasztotta a lázát, máskor pedig a torokgyulladását. Meg kell jegyeznem, hogy nagyon ritka, hogy egy árpádházi uralkodónak szó szerint lejegyezzék a szavaid, és az fennmaradjon az utókor számára, de itt szerencsére ez történt. Boldog Erzsébet szépen, csendben, szegénységben érdegélt még egy ideig a kolostorban, sőt, a vezetőjévé vált, és ügyes diplomáciai érzékeinek hála a kolostor birtokai és jövedelme is jelentősen gyarapodtak. Aztán a kolostori karrierje szerte foszlott, ugyanis az élet Szerbiába szólította, ahol nos, hát, hogy is mondjam, hatalmas diplomáciai botrány kerekedett. Most figyelj, mert ez bonyolult lesz. Az akkori szerb király Milutin István a testvére feleségének a testvérét, azaz a magyar király lányát, aki apáca fátyolt viselt, parázna módon magáévá tette. Hoppácska! Boldog Erzsébet pedig boldogan feszített volna új férje a szerb Milutin István oldalán, ha nem lett volna néhány bökkenő, szám szerint 3. Az első, Erzsébetet kötötte a fogadalma, amit Krisztusnak tett, hiszen apáca volt. Második, Milutin István még házas volt, csak szakításban volt a feleségével. A harmadik, Erzsébet katolikus volt, még Milutin ortodox, így az egyházak nem nézték jó szemmel ezt a kapcsolatot. Az akkori források szerint ugyan összeházasodott Boldog Erzsébet és Milutin, de hogy hol és mikor, azt nem tudjuk. Azonban nagyon hamar véget is ért a frigy. Talán azért, mert sikerült az egyháznak nyomást gyakorolni a Milutinra, hogy nem olyan szerencsés egy ortodoxnak egy katolikussal kezdenie, vagy talán hamar ráunt a feleségére, vagy az is lehet, hogy a magasabb hozomány miatt szemet vetett a bolgár cár leányára. Akárhogy is történt a dolog, Erzsébetet néhány évre kispadra küldték a történetírók. Annyi azonban bizonyos, hogy Erzsébet visszatért a Nyulak szigetére, Pestre. Az 1288-as év szuperül alakult Boldog Erzsébet számára, ugyanis egy igazán szemre való, a középkori férfi ideának tökéletesen megfelelő lovag tért be a magyar királyi udvarba. Závis von Falkensteinnek hívták a cseh nagyurat, aki híres volt a testi erejéről, de lélekben romantikus alkat volt, ugyanis imádta a költészetet. Azért érkezett, mert szövetségeseket keresett, és ennek a nyelbeütéséhez kiválóan alkalmas lehetett volna egy házasság is. Kun Lászlónak, aki Boldog Erzsébet testvére volt, tetszett az ötlet, és 1288 tavaszán egy éjjel rajta ütöttek a Margit szigeti kolostoron, felfeszítették az ajtót,
és Erzsébetet elragadták onnan. Erzsébet már várta az elrablóit, hiszen a szöktetés a kolostorból a saját ötlete volt. Ezt onnan tudjuk, hogy egy Lodomér nevű esztergomi érsek felháborodott hangon ecseteli egy levélben, hogy mindez Kun László és Boldog Erzsébet testvérpár elméjéből pattant ki. Az esküvőt a szöktetés után néhány nappal, május 4-én ülték, de ugye nem kell mondanom, hogy ez a házasság sem számított érvényesnek, mivel a cseh nagyúr már élt házasságban Boldog Erzsébet egy rokonával. Amúgy több forrásban úgy hivatkoznak Erzsébetre, hogy apáca, de nem apáca hajlamú. A házasságot nem érvényesítették, és a pár a Fürstenbergi várba vonult vissza, ahol Erzsébet egy fiúgyermeket szült. Závisz, a cseh nagyúr a keresztelőre 3 uralkodót is meghívott, de az ifjú Vencel cseh király azt szerette volna, ha a meghívót személyesen adja át neki. Závisz el is utazott Prágába, ahol a király területeket követelt vissza, de mivel Závisz erre nem volt hajlandó, börtönbe vetették, majd mivel később nem sikerült őt megtörni, lefejezték. Mi történt közben Boldog Erzsébettel? Sajnos ezt nehéz megmondani. Annyit tudunk, hogy 1300-ban Nápolyba utazott a testvéréhez Máriához, ahol szintén egy kolostorba költözött. Ekkor a fia már nem élhetett, mert az öröklési sorban megelőzte volna első Károly magyar királyt. Erzsébetet még 1313-ban életben lévőnek írják le, de 1323-ban Mária hagyatékainak felsorolásánál már csak elhunytként emlegetik. A 16. századi Margit legenda szerint a Margit-szigeti kolostorban lett eltemetve, de semmi sem biztos. Boldoggá avatásának a körülményei sem tisztázottak. Hát, ez volt a története Árpádházi Boldog Erzsébetnek, a parázna apácának, aki megszöktette magát a kolostorból. Köszönöm, hogy megnézted a videómat! Ha tetszett, lájkold és iratkozz fel a csatornámra! Sziasztok!